A magyar-román határon átnyúló program 4-4 szomszédos megyét érintett. Ezeken a területeken 455 közös projektet sikerült befejezniük a pályázóknak 7 év alatt. A program az rendkívül sikeres volt. 95-96%-ban fogjuk felhasználni az összes forrást év végéig. Ez rendkívül sikeres, hogy akár összehasonlítjuk a többi Európai Uniós pályázati programokkal. Ami a célkitűzéseket érinti, a legeslegfontosabb számunkra, mint Magyarország számára az volt, hogy ezeket a pénzalapokat egy nemzetpolitikai prioritásként kezeljük. A pályázati forrás így tehát a külhoni magyarok számára is elérhető volt, tette hozzá Perényi Zsigmond. A program népszerűségét az is bizonyítja, hogy egyes területeken 4-szeres vagy akár 5-szörös túljelentkezés is volt a pályázók között. A két ország kapcsolata sokat javult az elmúlt években a közös projekteknek köszönhetően, új határátkelők is épültek, ám infrastruktúrális fejlesztésekre folyamatosan szükség van. Azt látni kell, hogy itt van egy közel 450 km hosszú határszakasz, ahol a rendszerváltás után, ha jól emlékszem, 5 határátkelő hely volt. Most van 11, ahol éjjel-nappal át lehet menni a határon. Hát hogyha büszkekedni akarnak, akkor azt is mondanak, megdublásszuk a határátkelő helyek számát, de reálisan ez még mindig azt jelenti, hogy 45 kilométerenként lehet átmenni a magyar-román állam határon, miközben mondjuk Németország és Franciaország, vagy Belgium és Hollandia között kb. 3 kilométerenként lehet átmenni. Tehát ez az a dimenzió, amiben lehet jellemezni az együttműködés elmúlt negyed századát. Nagyon sok tennivaló van még nyilvánvalóan az infrastruktúra fejlesztés terén. A közös projektek több területet is érintettek, például az oktatási intézmények együttműködését, a kommunikáció és a turizmus fejlesztést, valamint összesen 280 km hosszú összekötő utat is építettek. Vállalkozás segítő magyar-román üzleti központot alakítottak ki Békéscsabán, ehhez kapcsolódva Nagyváradon pedig startupokat segítő inkubátorházat építettek. Talán furának tűnhet, hogy egy non-profit szervezet hogy tud együttműködni egy kereskedelmési parkkamarával, de végül is ebből egy nagy siker lett. Ugye mind a kettő azt akarja, hogy a fiatalok tudjanak vállalkozni. Ez is volt az alapötlete a pályázatnak. A 2014-2020-as időszakban tovább folytatódnak a határon átnyúló fejlesztések. A következő években a pályázatokra felhasználható keretösszeg 75 milliárd forint lesz.